A bevételünk épp csak arra volt elég, hogy a hónap végéig kihúzzuk. Nem tettünk félre semmit, de nem is volt miből. Gary és Debra Pugh napról napra éltek. Aztán egy vasárnapi reggelen három üzenetet is hallottak az adakozásról. Rendben, uram, szóltál először, másodszor és harmadszor is. Erre már érdemes odafigyelni. Feketén-fehéren látszott, hogy nincs lehetőségünk a tized fizetésre. A házaspár imádkozni kezdett, és az adás mellett döntöttek. Majd a hónap végén meglepő dolog történt. Maradt pénzünk a hónap végére. Arra gondoltam, rendben, Istenem, értem a célzást, gondoskodni fogsz rólunk. A megtakarítás nélküli 100%-ot tekintve kezdtünk 90%-ból élni, és ezt kezdte úgy kiegészíteni Isten, hogy félre tudjunk tenni. Elsődlegessé vált, hogy kitöltsük a tizedről szóló csekket. Elmondásuk szerint, amikor megtanulták a leckét, készen álltak a következő kalandra. Beutazták az államot, hogy fitness termet indítsanak. Az úr a szívemre helyezte, hogy vállalkozást indítsak. Ezért összecsomagoltam és elköltöztünk. Lakás és munkanélkül voltunk, meredek vállalkozás volt. Hamarosan kiderült, hogy Debra gyermeket vár, de nem volt biztosításuk, és a vállalkozás sem indult be, tehát más jövedelemforrás után néztek. A nagy megpróbáltatások időszaka következett. Hitelkártyával fedeztük az orvosi kiadásokat, tanárokat helyettesítettem. Közben Debra a táplálék kiegészítőket árult, ez volt a jövedelemforrásunk. Aztán Amarillóban kapott fitness edzői állást, és persze fizettük a tizedet. Tudtuk, hogy Isten vezetett ide bennünket, és gondoskodni fog rólunk. Nem gondolom, hogy lett volna elég hitünk, ha nem láttuk volna a tizedfizetés eredményét. Ez vezetett a hitből való életre. Gary és Debra szerint Isten megáldotta hűségüket. Ha eljött a hónap vége, már semmink sem maradt. Aztán hirtelen valaki pénzt küldött a táplálék kiegészítőkre, vagy Debra munkája kapcsán tartozott. Egymásra néztünk és megköszöntük az úrnak, mert ez a dolog szó szerint Istentől való volt. Aztán Gary iskolaigazgatói állást kapott egy gimnáziumban, Debra pedig továbbra is táplálék kiegészítőkkel és személyi edzéssel foglalkozott. 2009-ben eldöntötték, hogy CBN partnerek lesznek. Minél többet adakoztam a CBN-nek, annál több ügyfél kopogtatott az ajtómon. Nem volt szükség a hirdetésekre. Tudtam, hogy Istentől van a dolog, és bizalommal töltött el, hogy Isten szeretné, hogy a CBN számára adakozzak. Hónapok múlva egyre jobban ment az üzlet, és Debra ajánlatot kapott idősebbek edzésére. Az év végére megháromszorozódott a bevételem. Gary szintén emelkedett a ranglétrám. A többletbevétellel rendezhetik az adósságaikat. 4 éven belül kifizetjük a házunkat. Az autó részletei is 1 éven belül elfogynak. Gary és Debra szeretné, ha mások is megtudnák. Az adakozás nem csak anyagi helyzetüket rendezte. Ez egy nagyszerű hitbeli lépés, és Isten áldásai csodálatosak.